Ma Szent Borbála napján olyan emberek állnak majd itt a színpadon, elismeréssel a kezükben, akik egy nagyon fontos közösség tagjává válnak. A díszpolgáraink az Ezüstturul és Szabó Ignác díjjal kitüntetett TEK társaságának tagjaivá. 2010-ig volt a Tatabányai Székhelyű Felsőoktatási Intézmény vezetője, amely időszak alatt vezető, oktatói és tudományos kutatói tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Tatabánya város és Komárom-Esztergom megye szellemi, tudományos és társadalmi életének fejlődéséhez. A megyeszékhely főiskolájának vezetőjeként döntő szerepet vállalt a helyi közgazdászképzés meghonosításában és megerősítésében, valamint a határon túli magyar értelmiségképzés fejlesztésében is, amit székelyudvarhelyi és dumaszerdahelyi kihelyezett képzésének létrehozásával. Vezetői tevékenysége mellett rendszeresen kutatóként publikált, hozzájárulva ezzel a marketing szakma hazai és nemzetközi fejlődéséhez. 2010 után főiskolai tanárként és a marketing mesterszak vezetőjeként jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a MÜT jogutódja, az Edutus Főiskola 2017-re teljesítette az alkalmazott tudományok egyetemi minősítés feltételeit, melynek eredményeként Tatabánya város 2018. szeptemberétől egyetemi rangú felsőoktatási intézménynek adhat otthont. Ennek fényében elmondható, hogy áldozatos munkájának elismeréseként méltán érdemelte ki Tatabánya megyei jogú város díszpolgári címét. Köszönhetem neked a világ legjobb munkahelyét, ugyancsak köszönöm neked azt, hogy megismerhettem a férjemet, a Szent Miklósi levegőt is köszönöm neked, és nem utolsó sorban egy jó társaságú partner benned. Üdvözlöm, rektor úr! Azt hiszem, hogy a kollégák közül talán én vagyok az egyik legrégebbi munkatársa. 1999 óta ismerem a rektor urat. Akkor még hallgatóként vettem részt az óráin. Még a diófa ültetése is emlékszem, és ennek az épületnek az avatójára is. Aztán történt egy kis kihagyás az életemben, egy év. És akkor már úgy jöttem ide vissza, hogy nem a mentorom, hanem már együtt dolgozva tettük tovább a főiskola életét. Az akkori vezetőséggel nagyon sok új képzést indítottak el, ami annak idején nagy újdonságnak számított a városban, és hát ezeket joggal lehet sikertörténeteknek nevezni. Én nagyon jól érezte a rektor úr, hogy akkor, tehát mire volt szüksége a Székelyföldnek. Köszönöm azt is, hogy mind a mellett, hogy rengeteg órája, és akkor még a főiskola vezetésével volt elfoglalva, nagyon sok időt szánt arra, hogy a székelyudvarhelyi tagozatnak úgy a hallgatóit, mint az itt dolgozó kollégáit ellássa kellő információval és támogassa, hogy mindig legyen kellő erőnk és kitartásunk, lendületünk, hogy ezt az egészet tudjuk működtetni. Köszönöm, hogy egész életével a helyi felsőoktatás felrendülése mellett fáradozott. És szívből gratulálok ezért a díjért. Isten áldja. Szívből gratulálok a rektor úrnak. Az ő személyében tényleg egy olyan jóságos és hivatását
magas szinten gyakorló ember kapja ezt a kitüntetést, aki úgy gondolom, hogy maximálisan megérdemli ezt. Én azon szerencsés emberek közé tartozom, akik értik őt műthős diákként és erudusos kollégaként is. Diák éveimből nem felejtem el, ahogy máka térképet készítettünk vele marketing órán, illetve azokat a bátorító és biztató, támogató szavakat is, amelyekkel segített a szakdolgozat írásban. Kollégaként szintén óriási támasz volt mögöttem, és az Erudus Egyetem székelyudvarhelyi tagozata mögött is, hiszen mérhetetlenül nagy tudásával, szakmai ismereteivel, nyitottságával mindig, de mindig számíthattunk rá, és támogatott bennünket. Jó érzés volt úgy szervezni az ő óráit és kiutazásait, hogy tudtam nem csak oktatni, hanem hazajön székelyudvarhelyre. Kedves rektor úr, azt a feladatot kaptuk mi itt székelyudvarhelyen, de a székelyudvarhelyi egyetemi központ, én és Ferenc, Benő, a kollégák nevében egy olyan gondolati sort mondjak el, hogy mit jelent számunkra dr. Kandikó József. Erre a kérdésre gyakorlatilag lehetetlen válaszolni. Annyi mindent jelent ez nekünk, jelentett a kezdeményezést, a jókedélyt, a kitartást, azt a rengeteg sok együttműködést, amit az elmúlt 25 év során tőle kaptunk, számos alkalommal mutattak meg azt, hogy akkor kell a hatalomba lépni, amikor az ember odaér, hogy ezt nem lehet egy gondolattal összefoglalni. Vagy te nekünk influencer, kitartó, apánk, együttműködő, professzor, jókedélyű, rektor, akivel számos olyan alkalmat értünk át, és merem remélni, hogy át fogunk élni, amelyből mi csak építkezni tudtunk. Remélem, hogy mi is adtunk neked. Éppen ezért ehhez a kitüntetéshez én nagyon tudok gratulálni, de ezekhez az érzéseket újra megélni, nagyon sok alkalommal még szeretnénk vele találkozni Székelyudvarhelyen és Székelyszent Miklóson. Köszönöm szépen, hogy vagy nekünk! Hát egy kicsit nehezen jöttem is már föl, és ezért én most mindenek előtt a Tatabányai mentőállomásnak és a Tatabányai kórháznak tartozom köszönettel, hogy ezt megérhettem, mert pontosan egy évvel ezelőtt az ő gyors segítségükre volt szüksége ahhoz, hogy itt lehessek. És hogy ilyen dicséretet kapjak, ez borzasztó nehéz is lenne most állva megköszönni. Mindenek előtt azt kellene most itt, vagy azt akarom megköszönni, hogy én is 75 éves voltam ebben a évben, és hogy ezelőtt, 1992-ben, már nem is tudom hány éve, azt a lehetőséget kaptam, hogy a város meghívott engem egy akkor alapítandó, alapuló főiskolájának a vezetésére. Mindenekelőtt köszönöm a város vezetésének azt a bizalmat, amit akkor velem helyeztek. Köszönöm azt a támogatást, amit kaptam tőlük, és azt a hitet, hogy elhitték, hogy mindezt, amiről itt is szó esett, hogy meg lehet valósítani. Köszönöm a kollégáimnak, az akkori, most is itt lévőnek, hát sajnos több olyan van, aki nem tud már itt lenni kollégának, hogy ők is hittek bennem, és meg tudtuk együtt csinálni azt, amire most is tényleg büszke is vagyok, és azt hiszem maga a város is igen büszke lehet. Tényleg az a támogatás, amiben itt részesültem, és ezért köszönöm a városnak is, hogy egyáltalán elfogadott, befogadott. Én 10 évig itt laktam a városban, és a fő tanúja voltam azoknak a szomorú éveknek, amikor a város elcsendesedett. Mert azért fő tanúja,
mert a Bányidai lakótelepen reggel hallottam, amikor itt a bányánál szólt a siftára a dudaszó, aztán hallottam azt, ahogy a buszokhoz, illetve korábban hallottam azt, hogy a buszokhoz mentek az emberek, aztán a buszoktól jöttek haza az emberek, és aztán 92-ben kezdtem én itt, 94-ben egyszer csak csend lett. Rettenetes volt hallani ezt a csendet, és évekig tartott, legalább két évig, amíg hallani lehetett, hogy most már ugyan személyautókkal, kisebb buszokkal elindulnak kisebb csoportok, nagy valószínűséggel a várostól messze, vagy sokkal messzebb, hogy munkát találjanak, kenyeret találjanak. És aztán örömmel láttam, hogy a város mégis helyreáll, új élet jött belé, és ennek valóban úgy érzem, hogy részese lehettem, hogy annak idején, amikor az első külföldi befektetőket a polgármester úr elhozta a főiskolára megmutatni, hogy egyáltalán itt van valami modern dolog is, azok nem akartak hinni a fülüknek, hogy valóban olyan tárgyakat tanítunk, amiről hát itt a kollégáim beszéltek, és nagyon köszönöm a gyöngyöcsére szavaikat. Én köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkaphattam, és hogy az életem, aktív életemnek hát a nagyobbik részét ebben a közösségben, itt Tatabányán élhettem, dolgozhattam, és nagyon köszönöm azt a megbecsülést, amelyet most ezzel a díszpolgárvéd címmel együtt érzek, és ebben én helyeztek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak Szent Borbála ünnepén. A mai nap lezárásaként szeretettel meghívjuk Önöket egy közös lámpás felvonulásra,
amely a Májusi parton keresztül vezet az Óvárosi templomba, a menet 17:25-kor indul, itt találkozik itt a Jászai Mari Színház előtt, és 17:30-kor az Óvárosi Szent István templomban a bányászok tiszteletére ünnepi szentmisén vehetünk részt. Jó szerencsét! Jó szerencsét! Jó szerencsét! Yeah.